Készült egy felmérés arra vonatkozóan, hogy a munkavállalók az esélyeiket hogyan érzik, és a magukat tapasztaltnak minősítő munkavállalók, mintegy 87%-a érzi úgy, hogy hátrányos megkülönböztetésben részesül egy álláskeresés, állásinterjú során, elsősorban a kora miatt, pedig hát ugye erről nem tehetne. De mi a baj velük, hiszen nem pályakezdők, már valószínűleg nem szeretnének gyereket, akkor mi itt a probléma? Bizonyám, Hegedűs Erika coach lesz a segítségünkre, hogy megfejtsük, és tán néhány hasznos tanácsot is tudjunk adni. Jó reggelt! Tényleg egyébként ez tapasztalható, hogy valamiféle, tehát hogy valós érzés ez, hogy hátrányosan megkülönböztetik ilyen szempontból a munkavállalókat? Hát egyfelől igen, másfelől meg azt mondom, hogy nem. De nagyon veszélyes, hogyha ilyen sztereotíp csomagokban gondolkodunk. Mert na, igen, ez már tetszik. Vannak olyan megközelítések és olyan szegmensek, ahol ez jellemző, de azért nagy általánosságban én nem mondanám. Ez megnyugtat tényleg, de akkor a nagy kérdés, hogy tényleg mi lehet a probléma? Most akkor egy kicsit a hölgyek felé kanyarodjunk, mert talán akkor velük kapcsolatban csapódik le hátrányosabban, bár megint egy megkülönböztető mondat. Szóval van tapasztalatuk, valószínűleg nem most akarnak családot alapítani. Mi a gond? Egyfelől a gond az nem létezik, ha csak nem a saját fejünkben van ez a gond, és akkor ezt sugározzuk ki, és azt gondolom, hogy a világ erre reagál. Tehát, hogyha én ilyen kis hitű, bizonytalan energiákat bocsátok ki, akkor ezt fogják látni a világban, és erre reagálnak. Komolyan csak ezen múlik. Nem csak ezen, de ez a fele legalább az egésznek. Nekem azért van egy olyan tippem, hogyha valaki mondjuk egy felelős állást töltött be éveken keresztül, aztán mondjuk elbocsátják, vagy valóban elment a családot alapítani, és próbálna, igyekezne visszatérni, akkor azt el tudom képzelni, hogy mondjuk az állásinterjú során egy 40 feletti nő, hogyha szembe találja magát mondjuk egy 30-as fiatalemberrel, akkor azért egy picikét olyan fölényesen viselkedik, nem? Mert mint ennek a hölgy? Ennek lehet mondjuk veszélye. Igen, hát egy kellő önismerettel rendelkező ember, egy stabil én képpel, azért ez nem következik be. Azért nagyon jól, például egy szakember, aki mondjuk egy HR szakember, akár 30 körül, érzi ezt a fölényességet, akkor tudja, hogy rengeteg palástolás van ebben az interjúban, és nem önmagát adja, hanem játszik egy szerepet. Na de akkor egy picit fordítsuk ezt meg, azért előállhat egy olyan szituáció, hogy valaki például egy többedik gyerekvállalós után visszatér a munkaerőpiacra, rettenetesen fiatal HR-esekkel szembe, akikben megvalósul ez a, megmutatom, hogy hát most én vagyok itt cégen belül, tehát egy kicsit jogos is, hogy azért hiába ő van most pozícióban, én pedig az utcáról keresem azt az állást, azért ne kezeljen már úgy, mint egy tacskót. Persze, de amikor elmegyünk egy állásra, akkor tudnunk kell, hogy csak azért jelentkeztünk, mert nagyon kell az a fizetés, amit ott kaphatunk, ez az egyik csomag, akkor érződik, hogy bármit elvállalnánk, csak legyen milyen, hogy legyen fizetésünk. A másik, amikor úgy megyünk oda arra az interjúra, hogy tisztában vagyunk, hogy jobb vagyunk az adott munkakörben, nagyon alkalmasak leszünk rá, és bele fogunk illeszkedni abba a környezetbe, mert egy jó HR-es tudja, hogy kellenek fiatalok is, és idősebbek is egy jó munkakörnyezetben, hogy egység legyen. Jó, most igazából akkor ugye kerülgetjük azt, hogy valójában nincs is nagy probléma, hanem ezek szerint nagyon sok múlik a lelki rákészülésen. Ehhez adjál akkor légy szíves tippeket, hogyha mondjuk itt van most egy 40-es nő, aki holnap elmegy állásinterjúra. Mi az, amit ma végig gondoljon, tudatosítson magában, végigvegyen? Egyfelől azt gondolom, hogy a mai 40-esek, az 50 évvel ezelőtti 30-asok, és ez nem azt jelenti, hogy miniszoknyában és túl erős minkben kell elmennünk egy interjúra, függetlenül attól, hogy fodrászok akarunk lenni, vagy titkárságvezetők, hanem inkább az, hogy legyünk benne a korunkban, de legyünk fittek, érezzük jól magunkat, tudjuk, hogy hova tartunk, mit érünk, milyen képességeink vannak, akármilyen munkát szeretnénk majd betölteni. A másik mentális része pedig az, hogy folyamatosan rakjuk össze magunkat fejben, képezzük magunkat, önismereti munkát végezzünk, a napi 5 óra tévézés helyett esetleg olvassunk egy könyvet. De valljuk be, azért mindez a fejben összerakás és a magunk felkészítése lelkileg a négy fal között elég nehezen megy egyedül. Hol vagy miféle segítséget kaphat az, aki ebben nem elég jó? Hát egyfelől, aki mondjuk úgy áll anyagilag, hogy nem tud elmenni mondjuk egy személyiségfejlesztő tréningre, vagy egy előadásra, egy nyílt napra, egy olyan programra, ahol hasonló helyzetben lévő emberekkel találkozhat, az olvashat. Az internet rengeteg olyan információt ad, ami a szórakozás mellett inkább oktat, képez. Letölthetőek ingyenes anyagok, ilyen önfejlesztő dolgok, úgyhogy nagyon sok út van, hogyha tényleg akarjuk. Nem beszélve arról, hogy nagyon sokszor hangsúlyozzák, hogy például abból a cégből, ahova elmegyünk állásinterjúra, ugye érdemes felkészülni, és ezt mégsem teszik meg sokan.
tehát ebből például lehet előnyt kovácsolni, hogyha valaki úgy érzi, hogy mondjuk a kora miatt hátrányban van, de alaposan felkészül, lelkiismeretes és lelkesnek is mutatja magát az interjún, akkor ezzel aztán tud előnyt kovácsolni abból, hogy ő már pedig tapasztalt? Persze, akkor már szinte manipulálni tudja a szálakat, mert a jól felkészült versenyző szimpatikus lesz azonnal, hiszen az egója annak a személyiségfejlesztő embernek is ott van, akinek ez tetszeni fog, hogy nyitott az, aki jelentkezik. Azért milyen jó, hogy nem feltétlenül kell bezártnak éreznie magát ebben a helyzetben valakinek, hanem vannak lehetőségek is kicsit kikenézni. Nagyon szépen köszönjük szépen.